Szevasztok, szevasztok, újra itt vagyok, ez pedig a Minden, ami sör. A mai műsorban a The Book sörfőzdének a Korzendonk Angus Triple Ale nevezetű sörre került terítékre. Ez egy belga sör, magas alkoholtartalommal, így néz ki maga az üveg. Szerintem egyszerű, de dizájnos. A koronazárt is mutatom, természetesen az így néz ki. És akkor itt a nyakán van fenn az összetevők, egyebek, és az egészben a legjobb, hogy ez a sör 2020 májusáig, az több mint két éven keresztül még iható, használható lenne. 7,5%-os a alkoholtartalma, és az előre, hogy 4-6 fok között érdemes fogyasztani, 0,33 literes maga az üveg. Magyar nyelven megvan. Összetevők, víz, ápamát, a komlós sörélesztő. Ennyi, se több, se kevesebb. A többi extrát azt a belgák nem szokták feltüntetni, amit beletesznek. Legyünk ennyivel elégedettek, kérem szépen, és van egy ilyen újabb szerzmény, nem tudom, mutattam-e már. A kedves feleségem, amit kaptam ajándékba, egy viszonylag hosszabb nyelőművel könnyebb bontani a sört, sörnyitó. Ezt is köszönöm szépen neki a kedvességét, meg azt, hogy elviseli a sörre kapcsolatos rigójáimat, hülyeségeimet. Vissuk ki a sört. Idáig nagyon jó. Töltsük ki, és a pohár azt mindenképpen csak is vékonyfalú belga talpas pohárból, hogy tulipán vagy ilyen apátsági stílusú, kinek mi van, kinek mi tetszik, ez egyéni preferencia kérdése. Töltsük ki. De szép színe van. Hogy de nagyon jó. Gyönyörűen gyöngyöznek fel a buborékok, nyomja fel a habot. Mi? Nagyon szép sűrű színe van, nézzétek meg, nem színe, bocsánat, nagyon szép sűrű a sör, és nagyon szép színe van, elnézést, mert nagyon hülyeséget mondok, és szóval teszitek amúgy teljesen jogosan. Van egy minimális habja az is, egész korrekt és szép, tömör, mert tűnik illatra pedig, ezek a kemény dolgok. Tutti frutti, mangó, ilyen édeskés, mézes kalácsos, boros, konyak, medgyes. Így van, nagyon finom, nagyon jó, nagyon komplex, nagyon összetett, összeszedett az illathalmaz, amit ez a sör nyújt. Idáig azt mondom, egy igazi vérbeli felső kategóriás belga triple ale sörre van dolgom. Nagyon-nagyon kíváncsian várom az ízét, ugyanis a múltkori Korzendonk tesztem, a Tempelié, az elég csúnya megbort az a sör így, összességében ízre nem nyújtott semmi olyan extrát, amire azt mondom, hogy gyerekek, menjetek, azt mindenképpen kóstoljátok meg. De ettől nagyon sokat várok, megmondom őszintén, így a megjelenésbe, illatába, üveg összetételében. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az íze, kóstoljuk meg. Egészségetekre! Tutti frutti. Fűszeres, az alkohol nagyon szépen el van tüntetve, bújtatva. Egy minimális ilyen édeskés, konyakos íz. Egy minimális szélsavasságot érezem, mivel ilyen pikánsá, itatóvá teszi magát a sört. Így van. És a végén egy ilyen kesernyés lecsengéssel zárja a kortya az íz orgiát. Ilyen kis komlós beütéssel, nagyon finom, nagyon jó sör. Erre nyugodtan kimerem jelent egy igazi vérbeli 90 pont fölötti sörre van dolgom, úgyhogy ez már az igazi vérbeli felső kategóriás belga él sör, nézzétek meg, gyönyörű szép a színe is, mese szép, nekem nagyon tetszik, nagyon adja magát, nagyon összeszedett, nagyon jól megkomponált, összetett sör. Ezt nagyon eltalálták minden tekintetben. Az ára annyi, amennyi, azt mondom, ezt a 700 pár forintot is simán megéri, kérem szépen. Ennyi. Egészségetekre. Ó, ez az illat, ami megcsapja az embernek az ormányát, ez mindent visz. És ízbe is. Nagyon itatja magát. Szerencsére vagy sajnos, kinek hogy tetszik, meg egy olyan sört tudtam bemutatni, mire azt mondom, hogyha
bárhol odaadnak nekem egy ilyet elé, mindenképpen meg fogom inni, és nem fogom ott hagyni. Erről ennyit. Ez azért elmond valamit, kérem szépen. Úgyhogy ez volt tehát a mai műsor, majd itt ezt a Korsán Donk, jó mondom? Korsán Donk, így van. Angus Triple Ale nevezetű sörének a tesztje, ami egy belga sör. És ne feledjétek, sörre fel, hisz inni kell! Szavasztok! Legközelebb újra jövök.